2016. február 1-től ebben a nyírteleki 5 szobás, 180 négyzetméteres házban lakik 8 fogyatékkal élő ember. A támogatott lakhatási szolgáltatást nyújtó intézmény az Önálló Életháza nevet kapta, ahol több szolgáltatást együtt kap meg a kliens. Ez a fajta szakosított, szociális ellátási forma még nagyon fiatal. A korábban nagy létszámmal működő fogyatékkal élők szociális otthonainak széttagolásával jöttek létre az ilyen házak szerte az országban. A mostani konferenciát azzal a céllal szervezték meg, hogy megosszák véleményüket, tapasztalataikat a szakmában dolgozók. Az intézményes ellátással szemben ez a forma sokkal jobban igazolik az egyéni és speciális igényekhez, hangzott el, és a szolgáltatási elemek bővítésére is szükség lesz a jövőben. A támogatott lakhatást nem ismerik az érintettek családtagjai, ezért fontos megismertetni a szakellátást, jelenleg inkább az intézményekből kerülnek ki az ellátottak a támogatott lakhatásba. Ez ugyanúgy működik, mint más bennlakás intézményi helyszíneken, hogy kérelem alapján, és ott meg vannak a szükséges vizsgálatok, hogy jogosult erre a szolgáltatásra, amennyiben jogosult, és van férőhely, akkor fel tudjuk venni. Nyilván a mindennapi élet azért egy közösségben azért súlódásokkal is jár, de hát ezért vannak a szakemberek, hogy ezeket kezeljük. Az ellátás előnye, hogy egy helyen több szolgáltatást megkap a kliens, a felügyeletet, az egészségügyi ellátást, a pszichológiai tanácsadást, az esetkezelést, az egyéni készségfejlesztést. A fő cél, hogy segítsék az önálló életvételüket, társadalmi elfogadásukat. Nagyon sokat kell azzal foglalkoznunk, hogy ezeknek az embereknek az önálló saját életminőségükben javulás lépjen föl, és ezután tudjuk ezeket a közösségi szintre emelni. A lakhatási szolgáltatást legfeljebb 6-8 fő vagy 7-12 fő számára kialakított lakásban vagy házban valósulhat meg. Ez a fajta szolgáltatási forma az addig tartós, bentlakásos, szociális intézményekben élő, fogyatékos személyek vagy pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nyújt intézményen kívüli lakhatást. A konferencián elhangzott, hogy a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást kell nyújtani, és növelni kell a kapacitásokat, férőhelyeket, ha szükséges. A támogatott lakhatást a szociális ellátásokon belül az állam finanszírozza.